nyitva a kapu az ausztrál állat bemutató két kifutója között, így a Bennett társbérlői, a fekete hatjuk és a tyúkludak lettek, és láthatóan jól kijönnek egymással. A Nyíregyházi Állatpark Bennett családja idén szép számmal gyarapodott, a tízfős csapatban öt nősténynek is született utódja. Nyugat-Ausztrália nemzeti madarai a fekete hatjuk előszeretettel tartózkodnak a számokra kialakított tópartján és a tóban, míg a tyúkludak bár a récefélékhez tartoznak, nem szívesen mennek a vízbe. A Nyíregyházi állatparban több helyen mutatunk be társas kifutókat, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy aki ide látogat, megtekinthesse földünk élőviráget, úgy, hogy a természetben, láthassa azt a látogató, hogy mely állatok élnek egy élőhelyen belül. Ezért tartottuk jó ötletnek, hogy a benet kengurukat együtt tartsuk a fekete hattyúkkal és a tyúkludakkal, hiszen ezáltal nem csak a területük lett nagyobb, hanem különlegesebbé tettük életüket is, hiszen így inger gazdagabbá váltak mindennapjaik. Annyira egyházi állatpark egy évvel ezelőtt a 20. születésnapja alkalmából mutatta be a nagy közönségnek a megszokott geográfia tematika szerint az Ausztrál kifutórendszert, ahol a kontinens emblematikus állatait láthatják a park vendégei. Az állatbemutatóban a benet kenguruk, a tyúkludak és a fekete hattyúk mellett a látogatók találkozhatnak még a föld legnagyobb erszényes állatával, a vörös óriás kenguruval. Tudományos neve vörös nagylábút jelent, hiszen valóban tekintélyes, hosszú hátsó láb jellemzi. Az óriás kenguru csapat mellett a világ második legnagyobb futómadarai az emukélnek. A kifutórendszer népszerű lakói még a vörös bundájú, ausztrál vadkutyák. A dingók melletti voliárben pedig a legnagyobb jégmadárféle, a kacagójancsi látható. Az ausztrál őslakók szókészletéből kölcsönzött hangutánzó szóval kokaburának is nevezett madár jellegzetes gurgulázó kacajáról kapta, mind nemzetközi, mind pedig magyar elnevezését.